Emelt fizetés, 30%-kal kapnak többet a kormányhivatal dolgozói is. Kevesebb tűzeset, de több műszaki mentés. Évet értékelt a katasztrófa védelem. Több száz diák mozdult meg, röplabda bajnokságot rendeztek a középiskolások. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. A kormányhivatalokban is az átlagosan 30%-kal emelt fizetéseket kapják a dolgozók január 1-től. A járási hivatalokban dolgozók már tavaly július 1-ével részesültek az átlagosan 30%-os béremelésben, amelyet most a területi közigazgatás többi dolgozója is megkapott. A területi közigazgatásban mintegy 36 ezer embert érint a béremelés. A hatásköri rendszer átalakításával mintegy 2500 új munkatárs került a kormány és járási hivatalokba az elmúlt időszakban, mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár. Kovács Zoltán hozzátette, a béremelés első üteme már július 1-ével elkezdődött, azóta kapnak megemelt bért a járási hivatalokban dolgozók. Január 1-től pedig a többi munkatársunk is átlag 30%-os béremelésben részesült. Hogy erre mi ad lehetőséget? Egyrészt erősödik a gazdaság, ezáltal az ország is. Másfelől kialakult az a hatásköré és strukturális rendszer, amely a területi közigazgatásban jelenleg január 1-től működik. A Békés megyei kormányhivatal igazgatója elmondta, az állam a gazdaság versenyképességének növelése érdekében célul tűzte ki többek között az állami bürokrácia csökkentést is, amihez a személyi állomány rendelkezésre áll. Lukácsi Krisztina hozzátette, a bérek rendezését Békés megyében is végrehajtották. A járási hivatalokban dolgozók átlagosan akár 50%-kal is több jövedelmet vihettek haza, illetve a megyei kormányhivataloknál is megvalósult a béremelés. Járási hivatalokban 37,6%, megyei kormányhivatalban kicsit több mint 31% volt a dolgozók béremelése. Ez természetesen átlag, tehát volt, aki ennél jóval többet, volt, aki kevesebbet vihetett haza. Békés megyében első körben 2016-ban a járási hivatalnál dolgozó 728 fő érintette a változás. Január 1-től pedig a megyei kormányhivatal 703 tisztségviselője részesült béremelésben. A jövőben szükség lesz olyan új szakmák oktatására, amelyek jelenleg nem szerepelnek az oktatási jegyzékben, mondta a Békés Csabai Szakképzési Centrum vezetője azon a konferencián, amelyen a szakemberhiány problémáira próbáltak megoldást találni. A közös gondolkodástól egymás igényeinek megismerését, valamint az elvárásoknak megfelelő képzés elindítását várták a résztvevők. Nekünk nem arra kell képezni a szakembereket, ami már elmúlt, hanem ami majd lesz. A Békés Csabai Szakképzési Centrum vezetője a szakmai konferencián beszélt a járműipart érintő szakemberhiányról és az oktatás felelősségéről is. Új szakmáknak a megléte és az új szakmák bevezetésére is szükség lesz. Mire is gondolok? A járműipari fémalkatrész gyártó képzésre, mint olyan korábban nem találhattuk meg, az OK-ban sem szerepelt ez a szakma. Azonban az új kihívásokra nyilván új válasz kell, új szakmát kell, hogy felvonultassunk. A főigazgató hozzátette, a helyi igényeknek megfelelő szakemberek képzése legkorábban 2018-ban indulhatna el, nappali vagy akár felnőtt képzésben is. Békés Csaba alpolgármestere szerint a városnak fontos szerepe van a képzések megreformálásában. Ebben a közegben a városnak ilyen katalizátor szerepe van, tehát hogy koordinátor szerepe van. Reméljük, hogy az itteni középfokú képzés után egy felsőfokú képzésben is érdeklődnek majd a gyerekek, amit a saját városunkban működő kampuszon szeretnék elindítani. A szakemberek áttekintették a járműipar számára szükséges fémalkatrészgyártó szakmák oktatásának kérdéseit. Egyúttal megvitatták a szakmához kapcsolódó duális képzési lehetőségeket, a munkaerőpiaci helyzetet és a vállalkozások számára fontos szakmai követelményeket. Szeretnénk azt például ezzel a konferencia keretében bemutatni, hogy milyen képzési terület lenne az, amit mi szerencsésnek tartanánk ahhoz, hogy egy már műszakilag felkészült fiatal kerülhessen be hozzánk. A résztvevők elmondták, hogy nagy kihívásokkal állítja őket szembe a szakember hiány, ezért kiemelten fontos számukra, hogy megoldást találjanak a problémára.
Csökkent Békés-megyében a tűzesetek száma 2016-ban, az egy évvel korábbi adatokhoz képest, de egy tavalyi nagy vihar miatt nőtt a műszaki mentések száma, közölte Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok évértékelőjében. A Békés-megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetője arról tájékoztatott, 1684 segélyhívás érkezett a műveletirányító központba, ebből 1640 esetben kellett kárhelyszínre vonulniuk a katasztrófa védelem munkatársainak. Közlése szerint a megyében működő 6 hivatásos és 3 önkormányzati tűzoltóság az esetek több mint 80%-ában önállóan avatkozott be. Az igazgatóság kötelező feladatain kívül több fejlesztést is végrehajtott 2016-ban. 2016 a fejlesztések éve volt. Ez mind a technikai eszközök, mind pedig a elhelyezési feltételek javításában megmutatkozik. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2016-ban felépült a szarvasi új tűzoltólaktanya, melybe a kollégák az elmúlt hetekben beköltöztek, most már innen vonulnak, és itt végzik a hivatali állomány a napi tevékenységet. Jó évet zárt a turizmus Orosházán 2016-ban. A délbékési városban 14%-kal több vendégészakát töltöttek tavaly, mint 2015-ben. Hangzott el a helyi turisztikai egyesület keddi sajtótájékoztatóján. Az egyesület elnöke Kis László hozzátette, az előző évben csaknem 28.400, 3.500-al több turista érkezett a településre, mint egy évvel korábban. Ezen belül a külföldi vendégek száma 34%-kal, az általuk Orosházán töltött vendégészakák aránya pedig 15%-kal emelkedett. A szakemberek szerint többek között a helyi turisztikai szolgáltatásokat összefogó Jövőépítők TDM közhasznú egyesület reklámstratégiájának köszönhető a folyamatos növekedés, de kiemelten fontos az orosházi önkormányzat támogatása is. Ezt a városvezetés elkötelezett a turisztika mellett. A városfejlesztési stratégiánkban az egyik kiemelt kitörési pontnak határoztuk meg a turisztikát, ezért a 2016-os évben magasabb költségvetési támogatásban tudtuk részesíteni az ezzel kapcsolatos intézményeinket, civil szervezeteket. A végső állomásához érkezett a Mezőgazdasági Minisztérium és a Békés-megyei Önkormányzat Békési Értékmérő címmel indított vetélkedő sorozata. A megmérettetésen a megye általános és középiskolás diákjai vettek részt. A szervezőket az érdekelte, hogy a megye diákjai mennyire ismerik Magyarország és azon belül Békés-megye értékeit, kulturális és épített örökségét, hagyományait, gasztronómiai különlegességeit. A vetélkedőre a megye több mint 45 iskolája jelentkezett. A mai döntőben két korcsoportban 9 járás általános és középiskolás diákjai mérték össze tudásukat. Tudnál nekem mondani egy-két hungarikumot, ami Békés-megyéből származik? Hát a zakátméz, a csabai és a gyolai kolbász. A kunágotai csapat tagjai csoportosan is, egyénileg is készültek. Megkérdezték a szüleiket, nagyszüleiket is a témákról. Előző évben volt egy pályázat, aminek az volt a címe, hogy értékdetektívek, és ők vettek részt benne, és akkor én úgy gondoltam, hogy mikor megjelent ez a pályázati lehetőség, akkor úgy gondoltuk, hogy őket visszük tovább. Békés-megyében a gasztronómián túl találkozhatunk egyéb nemzeti értékekkel is. A Békés-megyei Önkormányzat alelnöke elmondta, a Tuzok rezervátum egyedülálló, de ezen kívül számtalan épített hungarikummal is büszkélkedhet a megye. A Szabadkígyósi kastélyt vegyük figyelembe, az Almási kastély Gyulán, és különböző olyan szőnyegek, mint a Békés-Szent András szőnyeg, különleges, különböző csipkék. De az élelmiszereknél is beszélhetünk olyan különlegességekről, amik reményeink szerint a közeljövőben nem csak Békés-megye értékei lesznek, hanem azért egy-kettő közüle hungarikummá is válik. Tolnai Péter kiemelte, nagyon jól látni azt, hogy mind a 9 járásban vannak tehetséges fiatalok, akiket érdekel ez a téma, és felkészülten érkeztek erre a megmérettetésre. Bízik abban, hogy az országos döntőn is ilyen sikeresen teljesítenek a megye fiataljai. Közel 6 millió forintot nyert Békés Csaba a Hiszek Benned sportprogramban. A megyei jogú városok részére meghirdetett pályázatnak köszönhetően több sportot népszerűsítő rendezvényt szervezhet a város, így például olimpiai bajnokok, illetve érmesek látogatnak a megyeszékhelyi iskoláiba, valamint az óvodások egy sportnapon ismerkedhetnek meg a legnépszerűbb labdajátékokkal. Február 1-én a riói ötkarikás játékokon aranyérmes párbaj tőröző 100 emese érkezett a Jankai Tibor általános iskolába, ahol egy játékos vetélkedővel, valamint olimpiai élménybeszámolóval várta a gyerekeket.
A Békés Csabai önkormányzat összesen 4 programra nyert támogatást. Ennek része a Sportolj Együtt olimpikonokkal elnevezésű kezdeményezés is, amelyben több kiválóság érkezik a városba a következő hetekben. Többek között Kis Gábor vízilabdázó, Storc Botond kajakos, valamint Ungvári Miklós cselgáncsozó. Fontosnak tartom most is ezeket a találkozásokat, hát ha éppen ez fog néhány fiatalt arra inspirálni, hogy versenyszerűen mozogjon, válasszon vagy labdajátékot, vagy valamilyen egyéni sportágat, és hát ha éppen 8-10 év múlva valamelyik mostani békéscsabai fiatalt fogjuk köszönteni egy-egy diadal alkalmából. A programba március 1-én a legkisebbeket is bevonják, amikor egy óvodai labdakavalkádra várják a gyerekeket a városi sportcsarnokba. Van az a tervünk, hogy mintegy 19 telephelyről 450 nagycsoportos óvodás sportoljon különböző szekciókban, és egyszerre 200 gyerek is a sportpályán lesz, vagyis a csarnokban lesz. Március 11-én pedig a hölgyeké lesz a főszerep, hiszen a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan a Csaba Parkban rendeznek egy sportnapot, ahol Béres Alexandrával és Katus Attilával is lehet majd közösen mozogni. Alsóházi rangadót nyertek a békési pingpongosok. A férfi asztaltenisezők extra ligájának 14. fordulójában a Komló együttese érkezett a viharsarokba. A fekete kékmezben asztalhoz lépő békési gárda régen várt diadalra készült, hiszen eddigi egyetlen győzelmüket a bajnokság első körében a Széchenyi csapattal szemben szerezték. Azóta többször is közel álltak a sikerhez, de 3 alkalommal is döntetlennel kellett megelégedniük. Ráadásként a komlóiaktól ősszel simán 6-1-re kaptak ki, így a visszavágás vágya is fűthette őket. A párost drámai csatában nyerte a Baranya megyei rivális, hiszen a döntő szedben 17-15-re diadalmaskodtak. A folytatásban minden egyéni mérkőzés apróságokon múlt, a szettek csak minimális különbséggel dőltek el, így a feszültséget és az izgalmakat sem nélkülözte a két együttes összecsapása. A nagy csatából végül a hazaiak jöttek ki győztesen. Idegenben Komlón viszonylag sima vereséget szenvedtünk, de én úgy érzem, hogy ez két egyenlő képességű csapat, és itt, mint ahogy látszódott is a játékon, nagyon szoros küzdelmek voltak, és én azt gondolom, hogy most mi jobban egységesek voltunk, mint az ellenfél csapata. Az ő játékosuk 3-at nyert, az ő első számú játékosuk, viszont mi meg csapatként működtünk jobban. A békésiek mestere szerint is a játékosok kiemelkedő és kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően tartották itthon a két bajnoki pontot. Több mint 3 órás mérkőzésen nagyon nagy eredménynek tartom, hogy 6-4-re legyőztük a Komlót, mivel ők előttünk vannak a jelenleg a tabellán. Úgyhogy drámai csatába a fiúk mindent megtettek, és azt kell elmondanom, hogy mindegyik őjüket dicsérem, mivel mindegyik őjük egyforma teljesítményt nyújtott, úgyhogy mindenki két-két mérkőzéssel járult hozzá a mai győzelemhez. A találkozót 6-4-re megnyerő békésiek ezzel nagy lépést tettek a bennmaradás felé, ráadásul pontszámban beérték a legyőzött riválist. Jó indult a mérkőzés, tehát megnyertük a párost, onnantól kezdve nem tudtam elképzelni, hogy döntetlenni rosszabb lett, főleg azért, mert nekem az egyes játékosom az nyert is 3-at, aki mondjuk a legfiatalabb a játékosok közül. Azért csalódás, mert aki a 2. számú játékosom, ő már azért rutinos játékos, több évtizede játszik extraligába, és nem tud hozzárakni semmit. A békési gárda a következő fordulóban a 3. helyen álló Szeged otthonába látogat, legközelebbi hazai mérkőzésen áprilisban pedig a sereghajtó miskolci együttest fogadja majd. Amatőr röplabda bajnokságot rendeztek a Békés Csabai középiskolásoknak. Az egésznapos programon több mint 300 profi és amatőr játékos mérhette össze tudását. A szervezők remélik, hogy egy hagyományteremtő bajnokságot tudtak elindítani, és jövőre még több diák vesz majd részt a rendezvényen. Hatalmas volt az érdeklődés a Békés Csabai Diák Önkormányzat rendezvényén. 8 középiskolából több mint 300 játékos regisztrált a versenyre. Amatőrök és profi sportolók is jelentkezhettek, de egy csapatban csak egy igazolt játékos szerepelhetett. Nagyon jó. Jó az érdeklődés.
érzés, amit visszakaptunk megint, hogy együtt játszhatunk. A szervezők elmondták, egy olyan rendezvényt szerettek volna meghonosítani, amely amellett, hogy megmozgatja a város fiataljait, egy igazi közösségi élményt nyújt számukra. Ugye a Békéscsabán ugye sztár sportág a röplabda a fiatalok körében is, így a Békéscsabai Diák Önkormányzattal szerettünk volna egy lehetőséget biztosítani, hogy minél több csabai diák próbálja ki magát. Az első három helyezettet tortával jutalmazták, illetve valamennyi versenyző felmentést kapott az oktatás alól erre a napra. Fő motivációként mégsem ezeket, hanem a hangulatot és a mozgást emelték ki a fiatalok. Szerintem nagyon jó. A csapatok jól érzik magukat, érdekes és nagyon izgalmas, mert szorosak a bajnokságok. A bajnokságot végül megosztva az XBR-ese és a Kolbínók nyerték, mellettük pedig a kemény diákjai állhattak fel a dobogóra. Busó maszkokkal és jelmezekkel űzték el a telet a Jaminai Közösségi Házban a hétvégén. A farsangi programokat úgy szervezték, hogy a három generációs családok minden tagja találjon számára érdekes elfoglaltságot. Kézműves foglalkozásokkal, busómaszk készítéssel és arcfestéssel várták az érdeklődőket a Jaminai Közösségi Ház munkatársai farsang alkalmából. A rendezvényen a résztvevők előadást is hallhattak a farsanghoz kapcsolódó hagyományokról. És azért mulatunk most így, mert hát egy elmélyült karácsonyi ünnepvárás után vagyunk, de még a nagybőjt előtt, és a nagybőjtre, hogy valahogy felkészüljünk, hát ki is mulatjuk magunkat. Vidéken ilyenkor volt szokás párt választani, illetve eszünk is jókat, mert hát valahogy felkészülünk erre a ételszegény időszakra. A jaminai farsangi mulatságon csőrögefánkkal várták a vendégeket. A legkisebbek a babasarokban játszhattak addig, amíg az idősebbek télűző maszkokat készítettek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a több generáció együtt találjon magának hasznos elfoglaltságot szabadidő eltöltésre, és itt feltétlenül a nagyszülők, hogy átadják a gyerekeknek a régi hagyományokat. Ugye miután retro, ezért nekik is megindult nyilván a fantáziájuk, most az idősebbekre gondolok, és hát az unokák meg nagy örömmel csatlakoztak, úgyhogy azt gondolom, hogy sok esetben három generáció együtt jött el most erre a farsangi mulatságra. A közösségi házban a családok minden tagjának szerveztek programot. A nagyszülők például a keszkenők hímzésének fortéjait is megmutathatták unokáiknak. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!